Radoszláv Szikorszki fejtágítást tartott Dmitro Kulebának a dolgok állásáról. Úgy tűnik, Dmitro Kulebó, ukrán külügyminiszter nem választott jó taktikát, amikor még nekiállt fejjebb a volhíniai mészárlás felemelgetése kapcsán, és visszaszólt a lengyeleknek. Az előzmény Vladislav Kosinek Kamis, lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter kijelentése mely szerint az 1943 és 45 között az ukrán felkelő hadsereg által elkövetett volhíniai mészárlás, mint egy százezer lengyel áldozatának tisztes újratemetése és a róluk való méltó megemlékezés nélkül Ukrajna nem léphet be az Európai Unióba. Kuleba erre Austinban az 1947 tavaszán végrehajtott úgynevezett víztula akcióval kontrázott. Ennek során az UPA elleni harc mint mintegy 140 ezer ukrán nemzetiségű szemét Lengyelország délkeleti részéből kényszerrel átelepítettek a második világháború után az országhoz csatolt nyugati területekre. Kulebának nem tetszik a kikötés, azonnal visszaszólt. Radoszláv Szikorszki egy egyetemi pódiumbeszélgetés során azonban alaposan helyretette ukrán kollégáját. Persze, Ukrajnának vannak bizonyos követelései felénk, de a végén mégiscsak Lengyelország fog dönteni arról, hogy beléphetnek-e az EU-ba. Úgyhogy Ukrajna jobban tenné, ha tisztességesen elintézni ezt az ügyet, a Lengyelország iránt érzett hála jegyében. Szikorszki hozzátette: Kuleba összemosta a Vistula akció keretén belül történt háború utáni áttelepítéseket egy etnikai népírtással, amely Volhíniában történt.